27 képviselő jelenlétével tartották meg június 28-án a 12. községi képviselőtestület ülését. Összesen 26 napi rendi pontról döntöttek a jelenlévők. Bővebb tájékoztatást hallhattak a tavaly évi 2016-os magyar-kanizsai községi költségvetés zárszámadásáról. A 2016-os év zárszámadása elfogadásra került, de nem csak a képviselőtestület részéről, hanem az állami könyvvizsgáló cég részéről is. Ez azt jelenti, hogy minden rendben van a 2016-os költségvetéssel, ugyebár voltak itt álhírek és rémhírek azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat csődbe ment és az önkormányzat nem tud működni, semmilyenről nincs szó, ez most is bebizonyosodott, sőt, bebizonyosodik, hiszen már 2017 közepét írunk, tehát hogyha ez megtörtént volna, akkor nem tudnánk most sem működni, de maga a pénzköltés, a pénznek a felhasználási módja, ez nem csak a képviselőtestület által, mint már mondtam, hanem a könyvvizsgálók által is támogatásra és elfogadásra került. A több órán át tartó ülésen az ellenzék is több pontnál felszólalt, véleményt nyilvánított, de csak egyetlen egy napirendi pont nem került elfogadásra, melyet az Ukrok Községi Összefogás Községi Csoport frakció vezetője indítványozott. Rendeletjavaslatként szerepelt Magyar-Kanizsa község alapszabályának módosítása és kiegészítése, és a helyi foglalkoztatási cselekvési terv is, melyet a helyi önkormányzat a költségvetésben 8.115.000 dinárra bővített. Erre azért volt szükség, sőt a kommunálásznak is volt napi rendi pontja, hogy banki hátteret biztosítson ennek a munkának, mégpedig a közmunkásoktól beszélek, a közmunkások nagy része a kommunálatsz közvállalaton keresztül kerül alkalmazásra, ehhez bizonyos pénzügyi feltételeket teljesíteni kell, és ezek a napirendi pontok szintén elfogadásra kerültek a képviselőtestületen keresztül, így több mint 60 embernek tudunk ideiglenesen munkát biztosítani. Egy részüknek már áprilistól, más részüknek majd júliustól, kezdve egészen szeptemberig, októberig. Napi rendi ponton szerepelt a Magyar-Kanizsai Egészségház összegyűlemlet tartozása is, valamint a község területén található állami gyógyszertárak bérbeadása is megoldódni látszik. Az egyik az a felhalmozódott adósság az egészségügyben, ami valójában a törvények nem mindig összehangolt működése miatt lépett föl. Ez alatt azt értem, hogy sajnálatos módon az egészségügybe maga a köztársaság sem annyi pénzt tett be, vagy úgy finanszírozta, hogy az egészségügy normálisan tudjon működni, és a szolgáltatások, amiket az önkormányzat egyébként is fizetett, hogy plusz szolgáltatásokat biztosítson a polgároknak, mind amilyen a mentőszolgálat, vagy mind amilyen az orvosok specializációja. Ezek évek során felhalmozott mínuszként, főleg a gyógyszertárak nem rentabilis működése miatt egyszerűen felhalmozódott, ezért két problémát kellett egyszerre megoldanunk. Egyrészt azt, hogy az egészségügy tovább tudjon normálisan működni, ezért garanciákat vállaltunk arra, hogy az elkövetkező 3-4 évben tisztázni fogjuk az adósságokat a gyógyszer beszállítókkal szemben, és így az egészségház normálisan tud működni. Másrésztől pedig rendeztük a gyógyszertáraknak a viszonyát olyan értelemben, hogy hivatalos pályázatot írtunk ki, amire jelentkezett is szerencsére valaki, aki szeretne foglalkozni a gyógyszertárak üzemeltetésével, és így egyrésztől a gyógyszertárak gyógyszer állománya is átkerül ehhez a vállalkozóhoz, a gyógyszertárakban dolgozó teljes létszámú személyzet is átkerül a vállalkozóhoz, és ráadásul még olyan szerződést fogunk vele kötni, hogyha természetesen ezt ő elfogadja, hogy az első 5 év teljes bérleti díját előre kifizeti az önkormányzatnak, így egy kicsit tehermentesíti a költségvetést az adósságok rendezése tekintetében.